vénséges vén Väinämöinen, örök titkoknak tudója, bűvös szóval bárkát épít. Sitta vanha Väinämöinen, tietája Jan Ikuinen, teki tie jól a veneta, latti purtája ulamála, ühen támen tájtumista, pun murskám murenemista. Vénséges vén Väinämöinen, örök titkoknak tudója, bűvös szóval bárkát épít, dalával deregét ácsol egyetlen tölgyfa törzséből, felaprózott forgácsából. Üdvözlök másodszor is mindenkit, innen a Nádor Galéria bárkányáról. Fa sokszor inkább az élet ellentmondásainak viharos kifejezésére szolgál, mondta Brancusi, és nem véletlenül faragtam ezt a fát, valamint nem véletlenül idéztem az előbb a Kalevalából, ugyanis a mostani kiállító művészek a távoli északi Finnországból érkeztek hozzánk, és mielőtt megtekintjük a kiállítást, kérnék egy sört. Kippisz! A tojás legalsó része alsó földé átváltozik, a tojás felső része felső éggé átváltozik. Ó, bocsánat. Most pedig a punkok kiállt, vagyis a favályok csoportjának kiállításán járunk. Most ébredtem fel. Bemutatnám a három szobrász művészt. Az első, Seppo Kaliokoski, az erő. Keri Kerkeinen, a finom erotika. És végül az utolsó, Matti Kurkela, a bölcsesség. Íme a három punkokkiát, az igazság, hogy nagyon megszerettük őket. Szányra kapott, szállt magasra, röpült rettenetes sasként, most pedig szálljunk együtt! A műalkotás akkor tölti be legjobban a hivatását, ha idat vele az érzések és az észlelet világa között. Így módon az érzésnek állandóságot, az észletnek formát ad. Az igazság, hogy már nem emlékszem, hogy kitől idéztem. De akitől idéztem, az egy másik helyen a következőket is mondta. Vannak olyan egyetemes formák, alakzatok, amelyek tudatalat befolyásolnak minket. Amikor a lélek szárnyaitól megszabadul, egy barlangba találja magát. Ezt lehet, hogy saját magamtól idéztem. Vagy valamikor Platón mondhatta? Ez a platóni barlang hasonlat. Amit valóságnak gondolunk, az pusztán egy árnyék. És akkor ismét a Kalevala. Louhi Pohjola úrnője, gyérfogú szikkat szipírtyú, most a napot megragadta, holdat is kezébe kapta, halvány hordat nyílfágról, napot fésűs fenyőfáról, mindjárt magával is vitte sötét, sivár Pohjolába. Ketki kún kumotamasta, kirja rintahan kivehen, Laulói pejven pájzisztamasta, vuoreen teregzi zehen. Most, hogy ebből a menedékből újjászülettünk, nézzük meg ezeket a reliefeket. Rodin mondta, hogy a forma a fény segítségével tárulkozik fel, de mégsem egyfajta verité interior, hanem a belső igazság, nem a látás, hanem a tapintás útján fejeződik ki a leginkább.
Na de folytassuk tovább. A következő alkalommal az Erste Bank Amadeus ösztöndíj pályázói állítanak ki. A pályamunkák a Pécsi Művészeti Karról fognak érkezni. A kiállítás nyílik május 6-án, itt a Nádor Galériában. És most pedig kihúznám e havi nyertesünk nevét, aki nem más, mint Tóth Zsófia, egy nagyon finom kávét nyert, amit mi főzünk meg neki. És ne feledjék, óvakodj az olyan gondolkodóktól, akiknek az elméje csak akkor működik, amikor megvan töltve idézetekkel. Viszlát május 6-án!